Sziasztok! Ó, innen előre sokkal többen vagytok. Nagyon jó itt lenni ma reggel veletek. És hát nagyon könnyű dolgom van ez az igazság, mert azt kérték tőlem, hogy arra bátorítsalak benneteket, hogy gyönyörködjetek Istenben. De ugyanakkor nagyon nehéz dolgom is van szerintem, mert ez amennyire egyszerűnek hangzik, legalább annyira nehéz megélni a hétköznapokban, meg egy kicsit ilyen misztikus, nem, hogy mit jelent gyönyörködni az Istenben. Úgyhogy most a következő 15 percben nagyjából ezt fogjuk megkísérelni, hogy ebbe kicsit így elmélyüljünk, és megértsük, hogy ez hogy is néz ki az életünkben. Zita említette, hogy több mint 10 éve szolgálok fiatalok között, meg a gyülekezetemben és az ifiben, úgyhogy pontosan tudom, hogy milyen dolgok lehetnek bennetek, meg hogy jöttetek ide. Nagyon klassz ez a szolgálat, amit csinálunk, nem? Amikor ott vagytok, és ezek a fiatalok beengednek az életükbe, amikor látod, hogy valaki növekszik, vagy megérti az evangéliumot. De tud legalább ugyanolyan nehéz is lenni, meg küzdelmes, amikor úgy érzed, hogy egyedül vagy, és csak szolgálsz, és nem látsz változást, nem látsz növekedést, lehet, hogy egy ifised elfordul Istentől, és hordozod ezeket a nehéz terheket. Úgyhogy a szolgálatban nagyon lehet pörögni, vagy azért, mert nagyon lelkes vagy, és nagyon szívesen csinálod, vagy azért, mert beleálltál, és kötelességtudat, meg a felelősség hajt, mindkét végét ismerem. Úgyhogy nagyon remélem, hogy most így együtt tudunk Isten elé menni, és csak gyönyörködni abban, hogy ő kicsoda. A Máté 17-ből van ennek a konferenciának a főigéje, úgyhogy most létszi a Bibliátokat, ott nyissátok ki, vagy kövessétek majd a kivetítőn a szöveget. Az első 13 verset fogom felolvasni. Hat nappal ezután Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és testvérét Jánost, és felvitte őket külön egy magas hegyre. És szemük láttára elváltozott, arca fény lett, mint a nap, ruhája pedig fehéren ragyogott, mint a világosság. És íme megjelent előttük Mózes és Illés, és beszélgettek Jézussal. Péter ekkor megszólalt, és ezt mondta Jézusnak. Uram, jó nekünk itt lenni. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat, neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. Miközben ezt mondta, íme fényes felhő borította be őket, és hang hallatszott a felhőből. Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt hallgassátok. Amikor a tanítványok ezt meghallották, arcra borultak, és nagy félelem fogta el őket. Ekkor Jézus odament, megérintette őket, és így szólt hozzájuk. Keljetek fel, és ne féljetek. Amikor pedig föltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Miközben jöttek le a hegyről, megparancsolta nekik Jézus, senkinek sem mondjátok el ezt a látomást, amíg fel nem támad az ember fia a halottak közül. Erre megkérdezték tőle tanítványai, miért mondják akkor az írás tudók, hogy Illésnek kell előbb eljönnie? Ő így válaszolt, Illés valóban eljön, és helyreállít mindent. Mondom nektek, hogy Illés már eljött, de nem ismerték fel, hanem azt tették vele, amit csak akartak. Így fog szenvedni tőlük az ember fia is. Ekkor értették meg a tanítványok, hogy Keresztelő Jánosról beszélt nekik. Na hát Máté 17. fejezetéhez úgy érkezünk, hogy nagyon sok a szolgálat, nagyon sok csoda történik, Jézus tanítja a sokaságot, ők meg jönnek hozzá sok-sok szükséggel, betegséggel. És nagyon sok kérdés merül fel Jézus körül, hogy ki ez az ember? Lehet, hogy ő a messiás? Lehet, hogy ő Dávid fia? Farizeusok pedig mondják, hogy nem, ő Beelzebub szövetségese. Szóval nagyon sok a kérdés Jézus körül, hogy ki ő. És hogyha csak az előző fejezethez gyorsan átlapoztok, Jézus Cézárea Filippi környékére viszi a tanítványait, és megkérdezi tőlük ugyanezt a kérdést, hogy kinek mondanak engem az emberek, és utána azt is, hogy és ti kinek mondatok engem? És ugye Péter itt megvallja hitét, te vagy a Krisztus az élőisten fia. Hú, jó válasz, Péter, megértetted. De amikor Jézus elkezd beszélni a haláláról, akkor azt mondja, hogy ez nem történhet meg veled. Tehát Péter kezdi látni, hogy kicsoda Jézus, de még nem érti teljesen.
És akkor Jézus elkezd beszélni a haláláról, a feltámadásáról, és arról, hogy az ő követésének ára van. Szóval így kerülünk ide, a 17. fejezethez, ahol Jézus maga mellé veszi a három legközelebbi barátját, ezt a három tanítványt, és felviszi őket egy magas hegyre. És azon gondolkoztam, hogy ez milyen bensőséges közösségre mutat Jézus ezt a három tanítványt, aki most bevonja őket az ő dicsőségébe, ugyanúgy maga mellé veszi a Getsemáni kertben, ahol az ő gyötrődésének látnak a tanúi. És én hiszem azt, hogy Jézus velünk is ilyen bensőséges közösséget szeretne megélni. És felviszi őket egy magas hegyre. Máté evangéliumában egyébként nagyon sok hegy van. Ugye gondoltunk a hegyi beszédre, arról, hogy Jézus a 4000-et egy hegytetőn eteti meg, vagy az evangélium végén a nagy küldetést, amikor adja nekik egy hegyre, hívja fel őket. Szóval valamiért fontosak a hegyek, és az Ószövetségben is fontosak a hegyek. Hogyha emlékeztek, Mózes egy hegytetőre megy fel, ahol Istennel beszél, és a törvényt adja neki. És Illés is egy hegyen van, amikor az Úr egy halk, szelíd hangon szól hozzá. Szóval itt van ez a három tanítvány, itt van ez a magas hegy, szóval sejthetjük, hogy itt valami nagyon fontos fog történni. És a második versben azt olvassuk, hogy Jézus a szemük láttára elváltozott, és fény lett, mint a nap, és ruhája fényesen ragyogott, mint a világosság. Az igében ez a vakító fényesség, ez az Isten jelenlétének, az ő dicsőségének a szimbóluma. Gondolhattuk az Ószövetségben a tűzoszlopra, hogy vezette Isten a népét, vagy a hegytetőn, amikor a villámokban és mennydörgésben leereszkedik, vagy amikor betölti a szent sátrat, vagy a templomot az ő jelenléte. Ez mindegy ilyen vakító fényesség. De tulajdonképpen mi is Isten dicsősége? Gondolkoztatok már ezen, hogy hogyan lehetne ezt megfogalmazni? Nekem ez a definíció segít. Isten jelenlétének a látható megnyilvánulása. Az ő tökéletességének mindent betöltő ragyogása, az összes tulajdonságának a súlya. Oké? Tehát ez Isten dicsősége, amit megjelenik. És Jézusnak ez nem egy újdonság, ő mindig is dicsőséges volt. Még a világ teremtése előtt megvolt már neki ez a dicsőség, és a Jelenések könyvében látjuk, hogy ugyanilyen dicsőségben fog visszatérni. Tehát ez most nem egy új dolog a számára, és igazából nem az a csoda, hogy ezt itt most a tanítványok látják, hanem az, hogy az összes többi napon ők ezt nem látták. Tehát, hogy Jézus az ő dicsőségét el tudta takarni arra az időre, amíg ő a Földön volt. És itt a tanítványokat engedi ebbe beletekinteni. És látjuk, hogy itt van Mózes és Illés, ugye az Ószövetség két nagy alakja, a törvény és a profétáknak a képviselője, és beszélgetnek Jézussal, Lukács evangéliumából tudjuk, hogy az ő haláláról. Tehát itt már látjuk, hogy keveredik a szenvedés és a dicsőség. És akkor ebben a pillanatban Péter megszólal, és kimondja azt, amit valószínűleg ott mindenki gondol, hogy jó nekünk itt lenni. És igaza van szerintem Péternek, valóban jó az Isten jelenlétében lenni. És lehet, hogy ti is így érzitek magatokat most például ezen a konferencián, hogy fú, de jó itt lenni, ilyen sokan együtt, hogyha sárga karszalagos vagy, ugye, persze. Tehát a kékek majd akkor mondják ezt, hogyha végre hazamehettek, hogy jó itt lenni. De hogy jó az Isten jelenlétében lenni, nem? Amikor ilyen nagy dolgokat tapasztalunk, amikor együtt dicsőítünk, amikor imádkozunk, amikor olyan emberekkel vagyunk együtt, akiknek ugyanaz a fontos, mint mi, és pontosan tudják és értik, hogy milyen szolgálatban vagyunk benne. De az az igazság, hogy nekünk, akik Krisztusban vagyunk, Isten jelenléte az mindig elérhető. Nem kell ehhez egy full extrás konferencia, bár nagyon jó, szerintem tartsuk meg. Nem kellenek különleges körülmények, mert az Isten szent lelke az bennetek él. És az ő jelenléte bármikor elérhető a számotokra. Szóval itt vannak Isten jelenlétében, az ő dicsőségét tapasztalják, és akkor Péter felhozza ezt a sátras ötletet, és szerintem ez is nagyon jellemző ránk, hogy amikor Istennel megtapasztalunk valamit, megértünk valamit az igéből, akkor így valahogy így nem maradunk így abba a pillanatba benne. Nem gyönyörködünk, nem élvezzük csak azt, hogy ott lehetünk vele, hanem ugye jó ifivezetőkként egyből elkezdünk gondolkozni, hogy ezt én majd hogy tudom tanítani az ifiseimnek, vagy hogy tudom használni ezt, amit én most megtanultam, és rögtön tenni akarunk. Pedig milyen jó lenne, ha meg tudnánk állni, és csak ott lenni az Isten jelenlétében. És Péternek ebből
az ötletéből, azt is látjuk, hogy még mindig nem látja teljesen jól, hogy itt mi történik. Ugye egyrészt az, hogy Péter, nem maradunk itt. Tehát, hogy örülök, hogy neked nagyon tetszik ez a dicsőség, de le fogunk jönni erről a hegyről, ne építsél itt sátrakat. A másik pedig az, hogy Jézus nem egyenrangú Mózessel és Illéssel. Tehát, hogy ő ennél sokkal hatalmasabb. És Péternek tényleg szüksége volt arra, hogy ő tisztán lássa, hogy kicsoda Jézus, és ezt az atya fogja nem sokára megerősíteni. De ezen a ponton az a kérdésem számotokra, hogy látjátok-e Isten dicsőségét? Látjátok-e Jézust, mint egy dicsőséges, mint a dicsőséges Istent? És nagyobbnak látjátok-e őt mindenki másnál? Szerettek-e a jelenlétében lenni? Ez a három tanítvány szerintem soha nem felejtette el, amit ott tapasztaltak és láttak, mert írtak is róla, ugye János így kezdi az evangéliumot, hogy az ige testé lett és közöttünk lakott, és láttuk az ő dicsőségét. És Péter is írja a levelében, hogy mi a szemtanúi voltunk az ő isteni fenségének, mert vele együtt voltunk fönt a hegyen. Nézz Jézusra, és hallgasd, és gyönyörködj benne, aki a dicsőséges Isten. Szóval Péter ugye beszél, mondja az ötletét, és Isten közbeszól. És ez nekem nagyon tetszik, mert tudok hozzá kapcsolódni. A legtöbbször én is nem hallgatok, hanem inkább beszélek. Reggel kicsapom a Bibliámat, elolvasom azt, amit arra napra én gondoltam. És aztán én elmondom Istennek, amit szeretnék, hogy miért vagyok hálás, mit kérek tőle, stb. És megyek tovább a napommal. És nem gyönyörködök. És milyen nagy kegyelem az, amikor az Isten megállít, és közbeszól. És a kérdés, hogy ezt meghallom-e, vagy inkább beszélek. Szóval Isten közbeszól, egy fényes felhő borítja be őket, ugye itt már sejthették volna, hogy mi történik, ugyanez volt a helyzet a Sínai hegyen, és halljuk az atyának a hangját. Ugye tegnap Laci is kiemelte, hogy kétszer halljuk ezt a kijelentést Máté evangéliumában, szóval nagyon fontos figyelni. És itt egy kicsit többet is mondta az atya, mint Jézus keresztelésekor. Egyrészt az, hogy az atya szereti a fiút. És Máténak a főként zsidó olvasói lehet, hogy itt már gondolkoztak, hogy ez nagyon hasonló a második Zsoltárhoz. Ugye ott szó van a fiúról, aki a felkent király, akinek az Isten mindent a lába alá vetett. És az atya gyönyörködik a fiúban, csak úgy, mint az Ézsaiásbeli szenvedő szolgában, akiben gyönyörködik. És az atya azt mondja, hogy a fiút hallgassuk. Őt hallgassátok. Nem Mózest, nem Illést. Őt hallgassátok, ne csak a kedvenc ige hirdetőtöket, vagy keresztény írótokat. Őt hallgassátok, mert róla szól az egész írás, a próféták, a törvény, a zsoltárok. És ő az, aki megnyitja a szíveteket, hogy értsétek. Őt hallgassátok, mert ő nem csak egy próféta vagy egy tanító, hanem az Isten szeretett fia. És a tanítványok erre a kijelentésre félelemmel reagálnak, ami szerintem teljesen rendben van, mert a Szent Isten jelenlétében szerintem ez így érthető. Viszont nekem nagyon tetszik az, hogy utána Jézus odalép hozzájuk, és megérinti őket, és azt mondja, hogy ne féljetek. És ez megint mutatja ezt a mély bensőséges kapcsolatot, amit ő nekünk is kínál. Egy olyan kapcsolatot, amiben már nincs hely a félelemnek, ahol szeretett gyermekek vagyunk, az atya gyönyörködik bennünk, és ebbe hív be minket. És a következő sor nekem ennek a szakasznak a kedvenc mondata, amikor feltekintettek, senkit sem láttak, csak Jézust egyedül. Itt már Máté már mindent bevet, hogy hangsúlyozza nekünk, hogy itt mi itt a lényeg. És hogy hova tűnt Mózes, meg Illés, igazából teljesen mindegy, mert nekik amúgy is az volt a dolguk, hogy Krisztusra mutassanak. A kérdés az, hogy te kire nézel, kit látsz, hogyha felnézel, csak Jézust egyedül? Nézd rá, hallgasd őt, és gyönyörködj benne, aki a dicsőséges Isten és a szeretett fiú. Milyen jó lett volna, hogyha itt véget ér ez a történet, nem? Ott a hegytetőn, Isten dicsősége, az atya szól, ne féljetek. Ez egy tök jó pillanat, nem? Nem, igazából nagyon jó, hogy nem itt lett vége.
mert Jézus tudta, hogy le kell jönni erről a hegyről, és hogy jönnek le a hegyről, ugye azt mondja a tanítványainak, hogy ezt nem mondják el senkinek, amit itt láttak, azért, mert ennek a dicsőségnek még nem jött el az ideje. És maguk mögött hagyják ezt a fényes jelenést ott a hegytetőn, és Jézus megy tovább Jeruzsálem felé, és újra beszél a tanítványának arról, hogy mi vár ott rá, hogy lesz majd egy másik hegy, egy nem annyira magas hegy, ahol szenvedni fog, és meghal, és utána majd feltámad. Mert nekünk is, mielőtt újra látjuk majd Jézust a dicsőségében, látnunk kell a kereszten. Úgyhogy nézzetek Jézusra, és hallgassátok, és gyönyörködjetek benne, aki a dicsőséges Isten, a szeretett fiú, és a szenvedő messiás. Az a kérdés, most, hogy így végignéztük azt, hogy miről is szól ez a szakasz, hogy ez a mi életünkben ez mit jelent, vagy ez most nekünk ma hogyan alkalmazzuk. Én azt gondolom, hogy ahogy a tanítványok lejöttek a hegyről, és várta őket továbbra a sok-sok szükséglet, a sokaság, a szenvedés, ami vár rájuk, ugyanígy nekünk is le kell jönni a hegyről, és folytatódnak a hétköznapok, a szolgálat, az ifi, a munka, és nagyon nagy szükségünk van rá, hogy lássuk Jézust a dicsőségében. De felmerülhet bennetek az a kérdés, hogy akkor mi is történik, amikor csodáljuk őt? Egyáltalán történik valami? És én azt gondolom, hogy igen, sőt, nagyon nagy dolgok történnek, amikor őt csodáljuk és gyönyörködünk benne. És szerintem nekünk, akik ifikben szolgálunk, különösen fontos az a kérdés, hogy hogyan változunk, hogy hogyan történik a szív formálódása. És nagyon sokszor praktikusan ott közelítjük meg, hogy mit csináljak. Ugye? Mondd meg nekem, hogy mit csináljak, meg az ifiseink is mindig ezt szeretnék tudni, hogy jó, most ezt elmondtad, mit csináljak, hogyan változzak, hogyan tudok növekedni, hogyan hagyjam el a bűneimet. És az az igazság, hogy az ige egy másik megközelítést ad nekünk, hogy nem a cselekedetek, hanem a szív szintjén kell valaminek változnia. És a szívünk az meg arra van kalibrálva, hogy valamit csodáljon, valamibe gyönyörködjön. Mindig fog valamit csodálni, a kérdés az, hogy mit. És ez a szó, ami itt a második versünkben található, amikor azt olvastuk, hogy Jézus elváltozott, ez a metamorfeó, ezen a történeten kívül csak két helyen jelenik meg az Új Szövetségben. Az egyik egy felszólítás a Róma 12-ben, hogy változzatok meg értelmetek megújulásával. És akkor megint kérdez, hogy jó, de hogyan, vagy miért? És a válasz az, hogy úgy, hogy gyönyörködsz. Úgy, hogy tartósan az örömödet leled abban, hogy kicsoda Isten. A 2 Korintus 3.18-ban ezt olvassuk, mi pedig, miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről a dicsőségre. Miközben szemléljük, gyönyörködünk, tanulmányozzuk, elmélkedünk, úgy automatikusan formálódik a szívünk. Tehát, ahogy Isten dicsőséget szemléled, ugye dicsőség, az ő jelenléte, ahogy gyönyörködsz az ő jelenlétében, hogy itt van, ahogy gyönyörködsz az ő tulajdonságaiban, hogy ő milyen, a szíved automatikusan változni fog ennek az eredményeképpen. Úgyhogy nyisd ki a Bibliádat minél gyakrabban, és minden lapján ezt keresd, hogy ő kicsoda, hogy ő milyen. Ne azt, hogy én ki vagyok, meg mit kéne csinálnom, az is majd fog jönni, de hogy abba gyönyörködjél, hogy ő kicsoda. Mert ott van ez az ígéret, hogy ahogy gyönyörködünk, úgy formálódunk. Tehát amikor gyönyörködünk Istenben, akkor az Isten képünk helyreáll, az identitásunk helyreáll, helyesen fogjuk látni azt, hogy kicsoda ő, hogy ő az én mennyei atyám, aki szeret engem, ezért nekem nem kell bizonygatnom az értékességemet. Ahogy gyönyörködünk benne, az fogja befolyásolni a gondolatainkat, a szavainkat, a tetteinket, a szolgálatunkat. És ahogy gyönyörködünk benne, őt fogjuk tükrözni a világban. És nem erre vágyunk mindannyian mi, akik itt vagyunk. Úgyhogy én erre szeretnélek benneteket bátorítani ma reggel, hogy menjetek fel Jézussal erre a magas hegyre, minél gyakrabban. És figyeljetek rá, és csodáljátok őt, és gyönyörködjetek benne, mert amit ott látni és hallani fogtok, az meg fogja változtatni az életeteket. És ne csak ti menjetek, hanem vigyetek magatokkal másokat is. Jézus is nem csak egy tanítványát vitt, hanem hármat egyből.
mert a kereszténység az nem egy ilyen individuális projekt, hanem egy közösségi dolog. Úgyhogy együtt, másokkal menjetek fel erre a hegyre, és gyönyörködjetek az Úr Jézusban, hogy ki ő, és mit tett értetek. Imádkozzunk. Úr Jézus, nincsenek szavak arra, hogy ki vagy te, hogy milyen nagy a te dicsőséged. És csak imádkozunk azért, hogy segíts nekünk egyre jobban látni, egyre tisztábban látni és gyönyörködni. Hiszem azt, hogy amikor egyszer ott állunk majd a mennyben előtted, akkor csak ámulni fogunk azon, hogy milyen keveset értettünk abból, hogy te ki vagy. Imádkozom azért, hogy formáld a szíveinket, hogy benned akarjanak gyönyörködni a szíveink, nem másban, nem a világban körülöttünk, hanem egyedül abban, aki te vagy. És legyen tiéd minden dicsőség ezért. Amen.